Üdvözöljük Önöket, kedves nézőink, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Ez év októberétől új építésügyi változások lépnek érvénybe Magyarországon, melyek új kihívások elé állítják a szakembereket, az önkormányzatokat, és természetesen azokat is, akik a közeljövőben építkezni szeretnének. Az ilyen családi házak építési dokumentációja, engedélyezési folyamata is megváltozik. Vég József, a Magyar Építész Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezetének vezetője elmondta, hogy ezek után nem csak tartalmi, hanem szakmai szempontokat figyelembe véve történik majd a benyújtott dokumentációk felülvizsgálata. Az építész szakmába, mint gyakorló építész és mint a megyei kamara elnöke is, valójában olyan egy éves gondolkodási, véleményezési és kommunikációs történeten és folyamaton vagyunk túl. Egy évvel ezelőtt, decemberben már megjelent hivatalosan az új építészeti törvényünk. Ennek az előtörténete, hogy 4 korábbi, szintén a szakmával foglalkozó törvényt integrál ez a dolog. Ebbe többek között egy kamarai törvény, a műemlékekre vonatkozó törvény és egyéb építészeti dolgokkal foglalkozó törvényeink integrálva lettek. Ez decemberben tavaly megjelent, és azzal a lábjegyzettel, hogy a bizonyos dolgai, de mondjuk, hogy a dolgok nagy része megmaradt későbbi hatályba lépésre. Ennek az időpontjaként 2024. október 1-et irányozta elő a EKMS minisztériumunk, és ez be is lett ilyen formában tartva. Ennek a témának a felvezetése és története azért egyfajta szakmai kommunikáció és konzultáció sorozatot jelent. Az elmúlt egy évünk az ilyenekről szólt, több ütembe, több hullámba. Hát az utolsó szövegtervezetekre sajnos itt a hajrában a nyár végére érkeztek, és ilyen 100 oldalról, vagy még nagyobb terjedelmi anyagokról, vagy 200-ról is beszélhetünk. Ezeknek a kibeszélésére és véleményezésére azért limitált idők álltak rendelkezésre, de volt ennek egy ilyen története, ami így a végén egyfajta ilyen hajrá és egy ilyen fajta szembesülés, mondjuk így a szűk körbe az aktuális és még mindig vitatható témákkal. Ennek egy fóruma volt néhány hete, ahol Lázár János miniszter úr és Lánszky Regő államtitkár, országos főépítész ült le a kamara megyei vezetőivel, elnökeivel, illetve az Országos Építészkamara vezetésével, mindössze 40 fő. Úgyhogy én részt vettem ezen a szűkkörű fórumon, és ott egészen mondjuk akár ilyen barátságos vagy közvetlen légkörbe, hogy én most itt a riporter asszonnyal ugye szembe ülök, beszéltünk, kérdeztünk, még egy picit talán nem lehetett azért egymás szavába vágni, de majdnem ilyen formában, tehát magyarul néhány téma még mindig volt ezen az alkalmon, ami kibeszélésre, és még a rendelet megjelenése előtt volt az asztalon, úgyhogy egyes dolgok még mindig vitathatók voltak, és valami féle hatása volt is ennek a beszélgetésnek. Néhány éve gyakoroljuk ezt az úgynevezett egyszerű bejelentési eljárást, ami igaz a családi házakra, és egy limitig, tehát valamilyen lakás számig, igaz még a társasházak világára is. Ennek az eddig kialakult gyakorlata most változik október 1-től, tehát az eddigi egyszerű bejelentési eljárás abból állt, hogy az építész tervező elektronikus úton feltöltötte az erre való helyre a tervezett mondjuk családi ház terveit, bizonyos megbízói nyilatkozatokat, egyéb iratokat, ez az én olvasatomban 25-30 darab mellékletet szokott jelenteni, és ezt a címzett helyen tartalmilag az inkább tematikus ellenőrzést jelent, magyarul nem szakmai volt eddig ennek a bírálata, hanem megvan-e, pipa, megvannak-e ezek a mellékletek, és ha megvannak hiánytalanul, akkor kapott egy visszaigazolást, aki ezt a dolgot feltöltötte, és attól kezdve 15 nap múlva elkezdhettek alapozni vagy építkezni. Ennek az eljárásnak a neve és a gyakorlata is változik, ezt jelenleg azt hiszem az egyszerű, az benne maradt a nevébe, de egyszerű bejelentés tudomású vételi eljárásnak. A vége az biztos ez, most ha nem voltam egész pontos, de a lényeg a tudomású vétel.
ez tartalmilag közelíti az építési engedély vagy engedélyezés folyamatát és egy építési engedély beszerzését. A lényeg az, hogy a benyújtott anyagot illetően szakmai észrevételek is érkezhetnek, és érkezni is fognak, de ennek a gyakorlatát, mivel október 3-a van ma, úgyhogy október 1-hez képest jelenleg a 250 oldalas október 1-jel megjelent rendelet halmazt, vagy gyűjteményünket, most mindenki, aki tudja, olvassa, én még bevallom, hogy idáig nem jutottam, mivel amúgy az előtörténetben elég sok mindent hallottam, de előbb-utóbb elkerülhetetlen ezt végigolvasni egy kicsit, aki ebbe a szakmába dolgozik. Úgyhogy itt változás várható, a puding próbája majd következik, hogy ezt a való világban hogy fogják a hatóságok csinálni. A tervezők nagyjából szerintem körülbelül ugyanazt fogják, de a tartalmi követelményeket most ellenőrizni kell majd a rendeletbe. De olyan nagyon nincs oka másnak lenni, gondolnám én, inkább a bírálati oldalt érinti ez a változás, hogy a megmérettetés erősebb lesz, mint ami eddig volt, de továbbra is marad az a jellege ennek az eljárásnak, ami eddig is volt, úgy gondolom. Amikor megjelent az egyszerű bejelentés, oly mértékben felszabadult és liberálissá vált egy kicsit az egész rendje, a megszokott, ha előtte az építési engedélyeket szereztük be, hogy a tervezők jó ideig visszasírták a hagyományos építési engedélyek világát, hogy akkor legalább exakt volt, amit beadtam, exakt volt a válasz, ha annak megfelelően rendbe raktam, tudtam, hogy a végéig se fog senki bántani, és minden rendben lesz. Ennél az egyszerűbb bejelentésnél az elején van egyfajta ellenőrzés, és tulajdonképpen a legvégén van csak kontroll, amikor kimennek élőbe, és mondjuk megmérik a ház kontúrt, tehát az alapvető méreteket betartották, és stb. De tulajdonképpen nincs visszacsatolás egy egész építkezés esetleg több éve alatt sem, és úgy benne van a kis ördög, hogy na vajon mondjuk eltűztem a házat fél méterrel, és akkor most mi lesz belőle? Vagy arra meg szigorúan vigyáznak, hogy akik kimennek ellenőrizni, mérőszalaggal körbemérik az épületnek a kontúrméreteit, pontosan meg a helyszínrajzon megjelölt helyét és a többi, és abból azért lehetnek gubancok, hogyha ezek nincsenek rendben. Hát itt komolyan mennek a bírságolási dolgok is. És ha olyan változás történik, amit egyébként az aktuális helyi építési szabályzat egyébként nem enged meg, akkor itt bontásra, részleges vagy teljes bontásra is volt már példa. Tehát ezeket úgy komolyan kell venni. Most az új struktúrába én azt gondolom, hogy a biztonság erősödni fog. Az új törvény továbbá megkívánja erősíteni a főépítési rendszert. Az itt eszközölt változások jóval több, az adott területen már végzettséget és gyakorlatot szerzett építész szakembert igényelnek. Az új építészeti törvénynek egy másik komoly szándéka is, ami ebből eredő napi gyakorlattá is válik, hogy a minisztérium az országban megkívánja erősíteni a főépítészi rendszert. Itt jelenleg, és a tervtanácsok világát is, ami ehhez kapcsolódik egyébként. A főépítészek ugye eddig is voltak, de nem kötelező jelleggel. Vannak megyei jogú városok, például az országban, ahol ebből tudok azt hiszem 6-8-at, ahol például nincs, nem, bocsánat, tervtanácsuk nincs, főépítészük valószínűleg van. De hát ezek összefüggő dolgok, és a kormányzat konkrét szándékokat kíván megvalósítani ez ügyben, és ennek vannak határidői is, hát meg nem mondom jövő év január, vagy van még egy év türelmi idő, de gyakorlatilag minden városi státuszú településnek rendelkeznie kellene városi főépítésszel, legalább megbízotti státuszban, azt jelenti, hogy nem ott van főállásban valaki, mondjuk én itt ülök, de lehetek X településnek a megbízott főépítésze, ha tudok ilyet, vagy merek vállalni, vagy van hozzá mondjuk főépítészi vizsgám, mert ez a főépítészség, aztán nem úgy megy, hogy építészdiplomád van-e, és akkor kijöttél az egyetemről, és akkor na, gyere ide főépítés. Ez egyenre nem így megy, és remélem nem is így fog. Tehát az alapstruktúra az, hogy minden városnak legyen lehetőleg főépítésze, a kisebb településnek, akik nem érik el a városi státuszt, ott pedig lehetőség van rá, hogy mondjuk tízessével összeálljanak egy struktúrába, és egy főépítést tudjanak finanszírozni vagy alkalmazni. Ahol ezek a dolgok pedig nem jönnek létre, arra is van megoldás. A járási székhely városoknak kötelező ezt a státuszt kialakítani, és lehet, hogy főállásúval, nem is megbízottal, erre most nem tudok pontosat mondani. Viszont
ahol nincsenek és ellátatlanul maradnak, ha úgy tetszik, kis települések, ők a járási székhelyen létező, ott kötelezően mindenképp létrehozandó státusz alatt kell, hogy főépítési szolgáltatást és segítséget kapjanak. Hát a gond az ott kezdődik, hogy egyes statisztikák szerint, ha ezt az összes Magyarországon van olyan 3200 település, most ezen belül a városokat nem tudom kapcsiból, de szűk keresztmetszet az országban. Valójában az urbanisztika, a településtervezés, illetve az ezzel rokon vagy ehhez kapcsolódó főépítési szakmába évek, sok év gyakorlata adott esetben, ami megéleli a szakember bölcsességét, úgyhogy a városi főépítész általában nem az iskolapadból érkezik, hanem valaha, én ugye a pálya vége fele szakaszban 60-on felül vagyok, 40 éve dolgoztam a szakmában, de most úgy 5 éve, 10 éve talán érzem úgy, hogy talán ehhez is konyítok valamit, és élőben is településtervezéssel is foglalkozom, és főépítész is vagyok összesen egy kisvárosban, ilyen módon, ahogy beszélek róla, de ez egy olyan nehezen beérő tudás a főépítészé, amire egyenlőre én és sokan mások sem látják a kapacitást az országban. Tehát, hogy ez hogy oldódik meg pontosan ezeknek a státuszoknak a betöltése, az itt a jövő nagy kérdése. Ez visszanyúlik az oktatás világáig már, egyfajta életpályamodell, jövedelem lehetőségei és a többi. Tehát ezt egy fiatalnak úgy látnia kéne. Egyébként pedig az egyes önálló tervezési jogosultságoknál, csak ezt a témát illusztrálandó, az egyik legnehezebben megszerezhető jogosultság, például a település tervezője, aki nem a főépítész, ő a másik oldalon áll, de az ő partnere a főépítész. A település tervező 5 év szakmai gyakorlat után lehet valaki és igényelhet saját számot. Egy építész például 2 év után ezt megteheti. Úgyhogy a főépítészség pedig a mai világ szerint azon túl, hogy másfél bizonyos szakmába illő diplomákkal rendelkezni kell, egy főépítészi vizsgához vagy szakvizsgához kötődik, aminek megint van egy tematikája, felér egy ilyen szakmérnöki jellegű dologgal. Vég József azt is elmondta, hogy az 1997-ben megjelent OTÉK, Országos Település Rendezési és Építési Követelmények gyűjteményét felváltja a TÉKA, a Település Rendezési és Építési Követelmények Alapszabályzatáról szóló kormányrendelet. A TÉKA is egyfajta meglepetés a szakmának, hiszen 97 óta azt hiszem létezik az OTÉK nevű alapdokumentum, a bibliája a mi építési világunknak. Ez az országos terület rendezési és építészeti követelményeknek a gyűjteménye az OTÉK. Ezt váltja föl, nemrég még úgy tudtuk, hogy október 1-től, de a mai tudásom szerint ez január 1-től történik meg. A TÉKA, ami tartalmilag ugyanúgy lefedi, ez egy mozaik szó, tehát valami hasonlókat jelent, ez is ilyen település rendezési építészeti követelmények alapszabálya, azt hiszem körülbelül így. És szintén ebbe a dokumentumban részben a településtervezés alapvetései, a területrendezés alapvetései, illetve az épületekre vonatkozó alapkövetelmények, vagy egy előszoba, egy szoba, egy lakásnak a helyiségei, vagy éppen a parkolókat, illetően milyen intézményhez, milyen épülethez, hány parkolót, hogy kell kiszámolni, stb. Tehát ennek az útmutatóját jelenti ez a bizonyos dokumentum. Ezt is újra fésülték, bevallom, ez is egy ilyen 100-150 oldalas nagyságrendű olvasmány, úgyhogy valamelyik tervezetét valamikor láttam a nyáron, de az utolsó állapotát már ennek sem. Tehát ehhez is gyűjtötte persze a minisztérium a szakmai hozzászólásokat, a építészkamarán keresztül, meg más fórumokon is lehetett ehhez javaslatokat tenni. Ennek valahol hallottam is talán 900-as nagyságrendű külső javaslatot igyekeztek integrálni a TÉKA szerkesztői. Úgyhogy ez egy ilyen elvileg demokratikusan születő, egyébként pedig racionálisan megszülető további bibliája a szakmának, amit még van időnk most ízlelgetni, és ez januártól jelenik meg az életünkben.
97-et mondtunk az előző kiadásra. Mi történik akkor, hogyha ugye az átlagember otthon úgy dönt, hogy eladja az ingatlanát, vagy hozzáépít, vagy bármi történik? Ugye valószínűleg ebben a TK-ban már másféle, nyilván az idő és egy csomó minden, ami hat rá, hogy új változások vagy szabályozások legyenek. Na de mi van, ha valami olyanba futunk bele, aminek mondjuk még most, vagy a 20 évvel ezelőtt felépült házunk nem felel meg a jelenlegi követelményeknek? Adódhat ebből probléma, és hogyha igen, akkor hová kell ezzel fordulni? A jogbiztonság jegyében a meglevő kialakult állapot, vagy egyfajta szerzett jog mindig mindenkinek a kezében van, tehát ha valakinek most van egy 70-es évekbe épült háza, és a hőszigetelése adott esetben az én édesanyám, 88 éves édesanyám Máté Szalkán lévő családi házunk, és ilyen fajta, részben vályokból, részben nem tudom miből, gázszilikát, kutyafüle, hőszigetelések ezekbe a régi épületeinkbe, a ezredforduló előtt, hát agyagtapasztásos, fagerendás födémekkel van tele egész vidék Magyarország szerintem, és a régi épületeknek a természetes építőanyag falazatán túl külön hőszigetelése általában nincsen. Folyik és létezik most ez a fajta, ez nem a vidéki csokhoz kapcsolódik, konkrétan ehhez a fajta 6 millió forint nagyságrendű, és ilyen épületeknek a hát valamilyen szintig helyrehozatalát, vagy szintrehozását célozza egyfajta részben költségvetési támogatás, talán ennek az összegnek a fele egy hitel lehetőség, kamatmentesen, stb. Úgyhogy ez, én egy kicsit csalódott is vagyok, ebben én sokszor visszacsatol az ember arra, hogy a kormányzat igyekszik eltalálni, hogy mivel tud tulajdonképpen jót tenni a való világnak, és mondjuk a vidék elnémteledését lassítani, vagy netán megállítani, és oda is kellenek olyan állami gesztusok, amiktől jól érzi majd magát a kis településen élő lakó is, és tehát ez is ebbe a körbe illeszthető, és általam is nagyra értékelt dolog volt, és szomorúan olvasok valami statisztikát, hogy ezt ilyen 20-30 ezer pályázóra számolták ki ennek a költségvetési fedezetét, de 20 ezerre biztos, és ennek talán a 10%-a jelent meg eddig a mai életünkben, tehát 2000 a nagyságrendje annak, akik ezt eddig igénybe vették, pedig ez mondjuk ennek a fajta vidék Magyarországnak éreztem én, hogy elsősorban nekik lesz ez jó valamire. Minden esetre, akinek mai állapotában van egyfajta fizikai állapotban, például egy lakása, a TK-ba bele tud nézni, és ha belekezd egy felújításba, ott azért szakembereket igénybe kell venni, energetikust. Tehát vannak olyan léptékű felújítások, amihez nem kell építési engedély, ez is az. Tehát ha a hőszigetelést teszek egy épületre, nyilázárókat cserélek, maximum a hőszigeteléskor a homlokzat is változik, és át lehet éppen, vagy lehet egy friss arcot adni egy meglevő épületnek, ott előfordulhat, hogy településképi véleményezésre esetleg el kell menni egy konzultációra, ha lenne főépítész, akkor ahhoz, a ma létező településképvédelmi rendeletekbe, ami egy korábbi országos ilyen TAK, meg településképvédelmi rendelet készítési akció volt 16-17 magasságában, ettől kezdve majdnem minden kis településnek is van ilyen típusú dokumentuma, ott is ezeknek része szokott lenni egyfajta kötelező szakmai konzultáció, amit ha nincs főépítész, vagy még műszak is, sose biztos van egy kicsi településnek adott esetben, akkor a polgármester tiszte leülni a település lakójával, és netán egy feljegyzésbe azt is leírni egyrészt a település rendezésről, ha valami vonatkozik, akkor legyen benne, másrészt mondjuk az arculatát illetően egy épület felújításnak, ha mond valamit, már egy polgármester, az én tudásom szerint nem szívesen mélyül el ezekbe a típusú dolgokba, tisztelet a kivételnek, tehát ehhez azért vannak műszaki meg építés szakemberek, akiknek az a dolga, és általában a polgármesterek szeretnek a szakemberekre támaszkodni, ha lennének, vagy ha vannak. Úgyhogy az optimális az lenne, ha lenne főépítész, vagy lenne legalább abba a tízes csomagba, vagy a járási struktúrába legyen egy olyan főépítész, akitől lehet kérdezni. Hát ez egy nehéz kenyérés, ahogy eleztem, ennek a kiépítése egyenlőre egy nagyon nehéz feladat.
Az elkövetkezendőkben szigorodnak majd a beépítésre szánt területek kijelölésének szabályai, a zöld területek megóvása, növelése érdekében. A használatba vételi eljárás szabályai is jelentősen átalakulnak, mind az építetők, mind a tervezők kapnak többletjogosultságokat, ehhez kapcsolódóan egy speciális jogorvoslati rendszert is bevezetnek majd. Szeptember 15-én Nyíregyházán is elindult a fűtési szezon, a távhővel fűtött házak lakó közösségei már ekkortól kérhetik a fűtés elindítását. A Nyírtávhő Kft. Nyáron számos karbantartást, felújítást végzett el a hálózatán. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban dr. Pályer János D. műszaki igazgató. Kezdjük sokan, köszönjük szépen, hogy itt van nálunk. Jó napot kívánok, és köszöntöm a kedves nézőket. Szeptember közepén tehát elindult a fűtési szezon, elmondható, hogy mára már gyakorlatilag mindenki kérte a szolgáltatás elindítását, bekapcsolását a lakásában. Igen, szeptember közepén elindult a fűtési időszak, ami azt jelenti, hogy társaságunknak szeptember 15 és május 15 között kell rendelkezésre állni fogyasztóink részére fűtésszolgáltatás tekintetében. Ez nem azt jelenti, hogy automatikusan indítjuk a fűtést, ezt a közös képviselőknek, lakóközösség képviselőinek írásban kell kérni. És elindultunk, tehát ritka az az időszak, hogy a szeptember, amikor tényleg szeptember 15-e körül, most nem 15, hanem 16-án megjelent az első fecske, megjelent az első fűtési megrendelő, és akkor volt egy pár 3-4 hűvösebb nap, amikor az átlag hőmérséklet 12-13 fok körül volt, és innentől kezdve valószínű, hogy hűltek a lakások, fogyasztóink elkezdték kérni a fűtésbeindítást. Tulajdonképpen azt mondhatom, hogy aránylag rövid idő alatt, mert mára már szinte a teljes várost fűtjük. Éppen a közel 16 ezer lakásból 14.700 lakásnál ment a fűtés. Természetesen az intézmények, tehát a bölcsödék, óvodák, iskolák, szociális intézmények is mindegyik bekérte a fűtésszolgáltatást. Még az egyéb közületek talán egy kicsit kivárnak, mert várható, hogy egy kicsit felmelegszik az időjárás, de én úgy gondolom, hogy lényeges változás már nem lesz. Az előző évek tapasztalatai alapján, illetve hát a nyár tapasztalatai alapján, mert hogy eléggé forró volt a nyár, eléggé sokáig tartott, tehát én tényleg emlékszem rá, hogy szeptember ugye első heteiben még majd, hogy nem 40 fokos hőmérsékleti értékek voltak, aztán hirtelen ellenkező irányba fordult a dolog, szóval az előző évek tapasztalatai alapján számoltak arról, hogy ilyen gyorsan be kell kapcsolni a fűtést. Megmondom őszintén, hogy nem gondoltuk, és mi is ugye az igen meleg szeptember elejéből kiindulva, nem gondoltuk, hogy ilyen hamar rendelkezésre kell állnunk, és azt sem gondoltuk, hogy ilyen rövid idő alatt, mert azért szeptember vége, közepe vége fele már elkezdődnek jönni a megrendelések, de most azért tulajdonképpen majdnem egy hét volt az, amikor úgy egyszerre hirtelen mindenki bekérte a fűtést. Ugye voltak azok a 3-4 fokos hajnali hőmérsékletek, akkor én úgy gondolom, hogy lehűlt a levegő, és akkor fűtünk. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy szinte az egész várost fűtünk. Mennyire terhelte meg az önök rendszerét akkor, hogy gyakorlatilag egy hét alatt kellett bekapcsolni a fűtést? Erre azért készülünk. Készülünk, mert hőközpontos kollégáink, hibaelhárító kollégáink természetesen ilyenkor megnövelt létszámmal és meghosszabbított munkaidővel állnak fogyasztóink rendelkezésére. Ilyenkor fűtésinduláskor talán az egy picit megterhelő, hogy a radiátor szerint, tehát elég sok a hiba bejelentés. Ez abból adódik, hogy a távhőrendszeren, a hőleadóknál több mint 55 ezer radiátorszelep van beépítve,
És ugyan mi hirdetjük és mondjuk fogyasztóinknak, hogy a nyáron, nyári időszakban tartsák ötös állásba, tehát a maximumon a radiátor szelepeket. Amennyiben nem, úgy előfordulhat, hogy a szeleptányér leragad, és ilyenkor, amikor fogyasztó kezdené beindítani, akkor nem mozdul, nem működik. Na, ilyenkor hívja a hiba elhárító kollégáinkat, és akkor ők mennek és orvosolják ezt a hibát. A másik jellemző hiba bejelentés ilyenkor a levegős rendszer. Ez pedig abból adódik, hogy nyáron azért elég sokan, sok lakásban megtörténik a gépészeti felújítás, ez például a radiátor cserét is magával foglalja, és ilyenkor ugye üríteni, tölteni kell a rendszert ahhoz, hogy a munkálatokat el tudják végezni. Levegő kerül a rendszerbe, beindul a fűtés, beindul a fűtőközegnek az áramlása, és ez egy ilyen csörgő, csattogó hangot ad. Fogyasztóink jelzik felénk, kollégáink mennek és légtelenítenek. Én úgy tudom, hogy azért eléggé gyorsan reagálnak ilyenkor. Mindenképpen, tehát azért is vagyunk most megnövelt létszámmal, hogy a ma bejelentett hibákat többnyire még ma tudjuk elhárítani. Esetleg elvétve van, mert azért ez 70-80-90 darab bejelentést jelent, elvétve van, amikor átcsúszik másik napra, de akkor is minél előbb is próbálunk ennek eleget tenni. Amikor pedig egy lakóközösség szeretné megigényelni a szolgáltatást, az 24 órán belül? Az 24 órából belül bekapcsoljuk természetesen, és hát ilyenkor azért érezzük mi is azt, hogy ha már egyszer lehűlt az a lakóépület, akkor mindenki szeretné minél előbb, hogy a munkából hazaérve langyos radiátorokkal várják az otthonában, és ennek mi próbálunk eleget tenni. Beszéljünk azért egy kicsikét az előző fűtési szezonról. Enyhe volt? Tehát olyan volt, mint amit tapasztaltunk az önök szemszögéből is? Hát az előző fűtési szezon az olyan enyhe volt, hogy ilyen enyhe azt hiszem még egyszer sem volt. Tehát az, hogy a fűtött napok átlag hőmérséklete 6 fok fölött legyen, az azért elég ritkaság. Nem tudom, hogy majd most mire számítunk, talán megint időjósok azt mondják, hogy ismételten enyhetelünk lesz, ez majd kiderül. Ennek megfelelően ugye akkor az elszámolások mértéke is, azt lehet mondani, hogy csökkent, mert olyan jól tudom, akkor nyáron állapítják meg, vagy végzik el az elszámolásokat. Igen. Ugye? És akkor ennek megfelelően kell bizonyos pénzösszeget akkor visszautalni a lakosnak, vagy nem utalni vissza, hanem a lakos utal önöknek, ugye? Így tehát, van. Tehát ennek a mértéke ez mekkora volt? Igen. Kisebb, mint az előző években? Megtörtént a elszámolás, a 23-24-es fűtési időszak elszámolása, és ennek a szaldója 70 millió forint volt, amit úgy gondolom, hogy ez egy igen jó összeg. Ez a 70 millió úgy adódott, hogy 110 milliót kellett visszaadni a fogyasztóinknak. Ezt, ahogy elkészül a elszámoló számla, nekünk 8 napon belül vissza kell utalni. És a 40 millió volt az, amit a fogyasztóinknak be kellett fizetni, vagy be kell fizetni. Vagy amennyiben esetleg fogyasztó hátralékkal rendelkezik, annak a hátralékába jóváírjuk. Melegvízelszámolás is megtörtént, ugye az első fél éves, mert az fél évente történik az elszámolás, az is megtörtént. Itt olyan szinten jól volt kalkulálva az előlegszámla, hogy összesen egy 4 millió forint szaldó adódott, amit aztán rendeztünk. Nyári karbantartások, mennyire volt erre szükség, hol végeztek karbantartásokat, és miért? Igen. Hát nyári karbantartásokat, mondhatni azt, hogy ami az üzleti tervünkben szerepelt, elvégeztük. Tehát szeptember 15-ére minden tekintetben rendelkezésre tudtunk állni fogyasztóinknak. A üzleti tervünket még évelején elkészítjük,
és próbáljuk előkészíteni úgy a karbantartás beruházást, hogy nagyon rövid idő az időnk, amikor ezeket a munkálatokat el tudjuk végezni. Ugye május 15-ig fűtéssel kapcsolatban semmiféle munkát nem végezhetünk, és szeptember 15-ére, amit elkezdtünk, azt be kell fejeznünk. Úgyhogy hát biztos, hogy... Gyorsított tempóval kell. Gyorsított tempóval kell, és a karbantartásaink az... többnyire távhővezetéken lévő alépítmények, azaz aknáknak a karbantartása, hőközpont karbantartás. Aknáinkban főleg a beépített szerelvényeknek a karbantartása, de hozzátartozik a festés, a mázolás, a szigetelés pótlása, én még ilyen is, hogy fertőtlenítés, mivel hogy abba be kell jutni időnként. Hőközpontjaink karbantartása főleg gépészeti karbantartásból áll, ez itt is a szerelvényeknek a karbantartása. Aztán ugye közel 1400 szivattyúval rendelkezik társaságunk, tehát ezeknek a szivattyúknak a karbantartása, itt is ugyanúgy a tömítéscserék, a szigetelések pótlása beletartozik ebbe, illetve van több mint 900 hőmennyiségmérőnk, amik a hőközpontban vannak beépítve, ezek az elszámolás alapját képezik ezek a mérőeszközök, és ezeknek a hitelesítéséről ugye évről évre gondoskodni kell. Ebben az évben a 900 hőmennyiségmérőből 200-nak kellett a hitelesítetését elvégeztetnünk. Ez is megtörtént. Szeptember 15-ére minden hőmennyiség helyére került. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm. Kedves nézőink, mai 35 perc című műsorunk véget ért. Köszönjük a figyelmüket, legközelebb ezzel a műsorral jövő hét hétfőn találkozhatnak. Viszontlátásra!